Ezek már képesek arra, hogy a teljes ingatlannak az elektromos hálózatát ellássák, sőt, ha olyan a fűtésrendszere, akkor még a fűtésbe is be tudnak segíteni. Ezek azért elég nagy rendszerek, látszik, hogy több napelem van föltéve több tető részre. Ezeken az új építésű házakon már napkollektor dolgozik. Mint gyakorlatilag világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbbek a napelemes technológiák, amelyek első megjelenésük óta nagyot fejlődtek. A rendszerek egyre hatékonyabbak, a gyártók 15 éves élettartamot garantálnak, de nem ritka a 20 éves termelési garancia sem. Ezek a mai napelemek a kezdetekhez képest azért egy lényegesen fejlettebb berendezések már. Ugye elindultunk sok évvel ezelőtt az első napelem telepítésektől, és egészen odáig eljutottunk, hogy már mind az inverterek, mind a rendszerek lényegesen modernebbek. A mai inverterekhez már, ahogy itt a pályázatban is látjuk, lehet akkumulátorokat csatlakoztatni. Ezeknek a rendszereknek normál esetben 15-16 év minimális jó minőségű élettartalmal lehet számolni. Nem véletlen, hogy azok a cégek, akik komolyan foglalkoznak ezzel a napelemtelepítéssel, 20-25 éves akár termelési garanciát is tudnak erre vállalni. Én azt gondolom, hogy aki ebbe a napelemrendszer projektbe belevág, és látva ismerősnél, barátnál, rokonnál, hogy hogyan működik ez, meg lesz elégedve azzal, hogy jól választott. Január 1-től 75 milliárd 800 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre alternatív energiaforrás használatára. A pályázat napelem és akkumulátortároló telepítését együtt finanszírozza, így csak az pályázhat rá, aki mindkettő telepítését vállalja. A költségek 66%-ára nyújt a pályázat vissza nem térítendő támogatást. A fennmaradó 34%-ot a pályázónak kell önerőformájában megfizetnie. Egy akkumulátoros rendszert igényelhetnek a pályázók. Ez az akkumulátoros rendszer hosszú távon meg tudja oldani családoknak azt az igényét és azt a vágyát, hogy akár akkor is tudnak napenergiát használni majd, amikor direktben a napelemrendszerek nem termelnek. Nagyon-nagyon sokrétű annak az érdeklődési körnek a száma, aki ebben részt szeretne venni, a fiataloktól az idősekig minden korosztálynak. Nagyon-nagyon reméljük, hogy ez egy olyan tendenciát indít el, amikor ezek a napelemek tényleg segítséget nyújthatnak és megoldhatják a hosszú távú esetleges problémákat, hogyha ismét a rezsivel, illetve hát az energiával valamiféle változás történik. Egy átlagos méretű lakásban élő, átlagos mennyiségű energiát használó család 20-22 ezer forintos megtakarítással is számolhat havonta az új fejlesztésű napelemrendszerek segítségével. A Napenergia Plus program pályázati lehetőségeit, részleteit a világháló lehet megtalálni, a keresőmezőbe beírva a kulcsszavakat, mint például napelem pályázat vagy Napenergia Plus program. A több mint 75 milliárdos keret kimerüléséig lehet pályázni. A pályázatok elbírálása a beérkező pályázatok sorrendjében történik. Nyertes pályázat esetén a megvalósítás várható időpontja 2024, de legkésőbb a támogatói döntéstől számított 24 hónapon belül.